Eredményesen pályáztak. A 2015-ös évben a mezőgazdasági pályázatok közel egyharmadát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák nyerték el. Nem változnak az árak. Tavaly az előző esztendőhöz hasonlóan nem emelkedett a kenyér ára, és előre láthatólag idén sem kell majd többet fizetni az üzletekben a pékárukért. Új struktúra. 2016-ban valamennyi hulladék gazdálkodási közszolgáltató céget egy állami holdingba szervezik. Ezzel szeretnének egységes díjat kialakítani a szolgáltatásban. A 2015-ös évben a mezőgazdasági pályázatok közel egyharmadát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák nyerték el. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavaly lezáródó 7 éves költségvetési ciklusban is jól teljesítettek a helyi termelők. Mintegy 110 milliárd forint áramlott a megye mezőgazdasági vállalkozóihoz, tájékoztatott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltségének vezetője. A 2015-ös évben lezárult ciklus sikeresnek tekinthető. A beadott pályázatok 78-80%-a sikeres volt, mondta el televíziónknak Kovács Lajos kirendeltségvezető. A támogatások mértéke térségünkben legalább 50%-os volt, de a fiatal gazda pályázatok 100%-os támogatottságúak voltak. Nagyon jó és sikeres évet zártunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásába. Gyakorlatilag a pályázatoknak országos viszonylatban nézve is a 25-30%-a hozzánk érkezett be. A nyertes fiatal gazda pályázatoknál országos szinten 3011 nyertes pályázat volt, ebből 1036 Szabolcs megyei. Ezzel a megyei fiatal kezdő termelők megyei szinten egy 12,5 milliárd forint összegű támogatáshoz juthattak hozzá. A tanyabusz vonatkozásában ott 324 kisbusz beszerzésére nyílt lehetőség a nyertes pályázatok alapján. Itt egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok juthattak ehhez a munkaeszközhöz, amivel az ott élők igényeit, életkörülményeit tudják javítani. Gyakorlatilag ez is több mint 3 milliárd forint összérték növekedést jelentett a megyének. A 2015-ös évben a harmadik jelentős pályázati lehetőség a kerti gép pályázat volt, aminek keretében megközelítőleg 3 milliárd forint gépvásárlási támogatást fizettek ki a megyei gazdáknak. Nagy segítséget jelentettek továbbá az uniós források, tette hozzá Kovács Lajos. Egy 7 éves ciklus zárása fejeződött be 2015-be, és hogyha azt nézzük, hogy az Észak-Alföldi régióban az elmúlt időszakban mintegy 35 ezer kérelem, pályázati kérelem érkezett be, és ebből egy 25-26 ezer nyertes pályázat született. Összértékben régiós szinten, tehát Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár megye vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az itt élő mezőgazdasági termelők több mint 190 milliárd forint összegű támogatáshoz jutottak. Ebből körülbelül Szabolcs megyei termelők egy ilyen 110 milliárdot kaptak. A kirendeltségvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy 2016-tól fokozottan ellenőrzik az MVH-hoz benyújtott pályázatok valóságtartalmát. A jogosulatlan előszerzés a pályázatból való kizárást, valamint büntető feljelentés megindítását vonja maga után. 2015-ben az előző esztendőhöz hasonlóan nem emelkedett a kenyér ára, és előre láthatólag idén sem kell majd többet fizetni az üzletekben a pékáruért. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke elmondta, kevésbé örömteli, hogy az ágazat szakember hiánnyal küzd, több ezren hiányoznak a kemencék mellől. A sütőipar munkáját eredményeit nagy mértékben befolyásolják az alapanyagok árai, elsősorban a búza, illetve a liszt ára. Az elmúlt évi búzatermés 70%-a malmi minőségű búza volt a sütőiparnak megfelelő sikértartalommal. Mivel a liszt ára nem változott, a 2014-es évhez hasonlóan 2015-ben sem emelkedett a kenyér ára. A Magyar Pékszövetség alelnöke szerint idén sem várható változás, aggasztó viszont a hazai pékségek számának csökkenése.
A legújabb felmérés alapján a tavaly előtti 1200 pékségnek a száma sajnos az Indiánában 1000 alá csökkent. Ezzel viszont párhuzamosan nem emelkedett a külföldi turista pékségnek a száma, 5-600 körül járban az a pékségek száma, ami nem magyar embereket foglalkoztat, amely nem magyar tulajdonú, és az eredményeket nem itt realizálnak. Ennek van hátránya sütépa tekintetében, a Magyar Pékszövetség minden elejét megfeszítve küzd ezzel. Nem csak a hazai pékségek számának csökkenése, hanem a szakemberek elvándorlása is komoly gondot jelent az ágazat számára. A legnagyobb probléma a munkaerőhelyzet, hiszen most több ezer munkanélküli hiányzik a sütőipar területén, és ami szomorú az, hogy ezeknek száma továbbra is növekszik, hiszen külföldre mennek a fiatal szakmunkások, illetve az idősebbek is, hiszen környező országokban 4-5-szeresét keresik a magyarországi béreknek. Az alelnök elmondta, változások szükségesek a szakmunkás képzésben is, mivel szakemberek nélkül nem lehet jó kenyeret készíteni. A kiváló minőségű pékárukra, ráadásul egyre több fajtára viszont igény van a vásárlók részéről. Tapasztalunk változást, megmaradtak a régi klasszikus dolgok, süteményekben is kakaócsiga, vajos pogácsa, kifli zsömle, de eltolódik egy másik irányba, és van egy olyan réteg is, aki keresi az egészséges táplálkozáshoz való dolgokat, magvas, rozsos termékeket, durumlisztből készült termékeket. A Magyar Pékszövetség a Földművelésügyi Minisztériummal közösen különböző marketing akciókkal igyekszik felhívni a figyelmet a sütőipar jelentőségére, a kenyér fontosságára. 2016-ban valamennyi hulladék gazdálkodási közszolgáltató céget egy állami holdingba szervezik. Ezzel szeretnének egységes szakmai színvonalat biztosítani, valamint egységes díjat is kialakítani a szolgáltatásban. A lakossági díjak nem emelkednek, maradnak a korábbi szinten, tájékoztatott az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Eberhard Gábor arról is beszámolt, tavaly lezárult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a települési szilárd hulladék gazdálkodási program, amelyre 20 milliárd forintot fordítottak. Közel 20 milliárd forintos beruházás valósult meg a megyében a hulladékgazdálkodás területén. Még 2000-ben dolgozta ki a megye a települési szilárd hulladékgazdálkodási koncepcióját. A fejlesztéssel olyan hulladékgyűjtési és kezelési rendszer valósult meg, amely az Európai Uniós normáknak megfelel. Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán lerakó épült. A második ütemben a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása történt meg, és a hulladéklerakókban új beruházások létesültek. A vegyes hulladékok kezelésére 3,2 milliárd forintból 18 szelektív hulladékszállító autót vettek, ezekkel már teljes a rendelkezésre álló infrastruktúra. A legutolsó lépésben valósultak meg olyan beruházások, konkrétan hulladékgyűjtő edények és új autók, ami ugye a lakosság számára igazán látható és kézzelfogható. Az első visszajelzések azok nagyon pozitívak, mindenki szeretne ilyen szelektív hulladékgyűjtő edényt, bízom benne, hogy használni is fogják az emberek. Az országban a második legnagyobb közszolgáltató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 180 ezer háztartásnál végeznek közszolgáltatást. A cég szolgáltatási tevékenysége 2006-tól folyamatosan változik, bővül. Első lépésként az volt a feladat, hogy a hulladéklerakókba kerüljön a szilárd hulladék, majd pedig a lakossági gyűjtésre helyezték a hangsúlyt. A szelektív gyűjtés, a szállítás és a korszerű feldolgozás révén az uniós elvárásoknak megfelel a megyei hulladék. 2016-ban a projektben beruházási oldalon már komoly változások nem lesznek, mondta el az ügyvezető, de a cég működtetésében az állam szerepet vállal. 2016-ban egy olyan átalakulás várható, hogy az ország valamennyi közszolgáltatóját egy állami holdingba szervezik, és azon keresztül történik egy viszonylag egységes szolgáltatási színvonal, és ehhez tartozó egységes szolgáltatási díj kialakítása. Ez a díj nem azt jelenti, hogy a lakosság ezzel az egységes díjjal fog találkozni, hanem a szolgáltatók egy azonos egységes elszámolási díjon számolnak el majd ezzel a holdinggal. A projekt során több hulladéklerakó rekultivációja is megtörtént. 108 településen számolták fel a hulladéklerakókat, sok helyen az illegális lerakást is, és a területeket újrahasznosították.
A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarának közel 900 önkéntes tagja volt 2015-ben. A szervezet célja ezt a létszámot tovább növelni, és az idei évben is színvonalas és hasznos programokat szervezni a tagok számára. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Mozgalmas évet hagyott maga mögött a Nyíregyházi Állatpark. A 2015-ös esztendőben számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. A teljesség igényével nehéz lenne számba venni őket, hiszen több száz apróság született. Felemás 2015-ös évet zárt a Nyíregyháza Spartacus. Tavasszal a csapat a pályán kiharcolta a bennmaradást az NB1-ben, majd az MLS döntését követően csak az NB3-ban indulhatott el a Mátyus János által irányított együttes. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarának közel 900 önkéntes tagja volt 2015-ben. A szervezet célja ezt a létszámot tovább növelni, és az idei évben is színvonalas és hasznos programokat szervezni a tagok számára. A kamara emellett a duális képzés és a nemzetközi kapcsolatok építésében is fontos szerepet tölt be a térségben. A szakképzések széles körű szervezése, a mesterképzés és a vizsgáztatás is a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladata volt a 2015-ös évben, mondta el a főtitkár Nagyné Varga Katalin. Emellett rendezvényeket, tájékoztató előadásokat tartottak a vállalkozói környezet változásáról, jogi, adózási, munkaügyi, valamint fogyasztóvédelmi témában, amelyekre számos gazdálkodó szervezet ellátogatott. A 2015-ös évben a kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása is kiemelkedő fontos. Bírt a kamarai tagok számára szervezett rendezvények tematikájában. A kamarának az önkéntes taglétszáma közel 900, ez 900 gazdálkodó szervezetet jelent. Itt ebben szeretnénk az elkövetkezendő időszakban tovább lépni és bővíteni azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a számát, akik önkéntes kamarai tagok szeretnének lenni. A tanulószerződések vonatkozásában jelenleg 2800 tanulószerződést tartunk nyilván, és 400 körül van azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a száma, akik ezeket a tanulókat foglalkoztatják. Ebben nagyon fontos feladatunk az, hogy folyamatosan növeljük a tanulószerződéseknek a számát, és növeljük azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a számát is, akik ebbe a rendszerbe bekapcsolódnak. A kamara pályaorientációs feladatokat is ellát, amelynek keretében a 6.-7. osztályos tanulók számára mutatják be az adott szakmákat, és segítenek nekik a továbbtanulási döntések meghozatalában. Nagyon fontos szerepet tölt be a kamara a szakképzésnek a vezetésében, szervezésében, a duális képzésnek a kialakításában. Ezzel kapcsolatban rengeteg feladatot kapunk, és nagyon komoly feladatokat látunk el. Hozzánk tartozik a tanulószerződéseknek a kötése, az ezzel kapcsolatos ellenőrzés, tájékoztatás, a gazdálkodó szervezeteknek a folyamatos informálása. Nagyon fontos feladata a kamarának az, hogy egyre több gazdálkodó szervezetet vonjon be ebbe a rendszerbe, és minél több tanulót tudjunk gazdálkodó szervezetekhez kihelyezni, hogy a való életben tanulják meg a szakmát. A szakképzéshez kapcsolódóan szervezzük a szintvizsgákat, ami közel 2000 tanulót érint, és ez egy olyan köztes mérő ellenőrzés, amikor megnézzük, hogy a tanulók az adott szakmában milyen szinten állnak, és mik azok a feladatok, amiket még teljesíteni kell, akár az elméleti, akár pedig a gyakorlatnak a vonatkozásában. 2016 elején is a szakma kiváló tanulója versennyel kezdődik a kamara éves programja. A megyei selejtezők a különböző szakmák elméleti megmérettetéseivel kezdődnek, majd a gyakorlati versenyeket az országos döntőben rendezik meg. Mozgalmas évet hagyott maga mögött a Nyíregyházi Állatpark. A 2015-ös esztendőben számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. A teljesség igényével nehéz lenne számba venni őket, hiszen több száz apróság született. A 2015-ös év szenzációja az afrikai elefántborjú születése volt. Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban látható afrikai elefántbébi igazi kedvenc, hiszen a vendégek a fogantatástól végigkísérhették fejlődését, még nevet is a látogatók javaslataiból választottak neki gondozói. A Kitó nevet kapta, ami szuahéli nyelven féltett gyermeket, drága kincset jelent. A kis ormányos kiváló egészségnek örvend, Kwanza, a mamája, féltve vigyázza minden mozdulatát kicsinyének.
Szépen cseperedik a márciusban született törpevíziló is. Ennél a fajnál fogságban valamiért sokkal több nőstény születik, így nagy volt az öröm, hogy egy kis bika látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A park ázsiai élővilágát bemutató területén egy két pupu tevecsikó jött a világra. A pici különlegessége, hogy míg az anyaállat barna színű, a kis kanca az apja színét örökölve fehér bundájú. Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt, hiszen akár egy állat születését is végignézhetik a látogatók. Ez történt a borjúfóka medencénél is. Borjúfóka tenyésztcsapatunkban 10,5 hónap hevemhesség után született meg a legifjabb apróság. Bár alapvetően a fajra az a jellemző, hogy vízéletmódot folytat, ott érzik igazán jól magukat, mégis a szárazföldön hozzák világra kicsinyüket. Ez történt itt a Nyíregyházi Állatparkban is, ahol ráadásul a vendégek is végignézhették az apróság világra jövetelét. A pici 60 centi testhossza 8 kg-mal született, és most fél évesen már megháromszorozta testsúlyát. A gondozóktól a bonifácnevet kapta, hiszen anyja Böbe, apja pedig Benni névre hallgat. A világ legnagyobb macskáinál is kopogtatott a gólya. Szibériai tigrisek születtek még 2015-ben a Nyíregyházi Állatparkban. A két kis kölyök, Kátya és Vladim, míg 2 hetesen 2,5-3 kg-ot nyomtak, ivarérett korukra, pár év múlva, akár a 300 kg-os súlyt is elérhetik. A park Viktória házában császárbajszú tamarén ikrek is láthatóak. Már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a bajuszos majmocskák. Különleges ritka állat, sörényes hangyász is napvilágot látott a Sóstói parkban. A kis hangyász világra jötte után 20 perccel, már anyja hátán lovagolt, és 8 hónapos koráig ideje nagy részét ott tölti. Mivel színezete ugyanolyan, mint az ivarérett állaté, anyával jóformán egybeolvadva rejtőzködik, így marad észrevétlen a természetben a ragadozókkal szemben. És napvilágot látott az Andok világának első újszülöttje, a park legújabb épületében, egy számukra kialakított baba-mama boxban lakik a tapírmama kicsinyével, a nagy közönség tavasztól láthatja őket. Felemás 2015-ös évet zárt a Nyíregyháza Spartakusz. Tavasszal a csapata pályán kiharcolta a bennmaradást az NB1-ben, majd az MLS döntését követően csak az NB3-ban indulhatott el a Mátyus János által irányított együttes. Ősszel a Spari hozta a kötelezőt, a bajnokság felénél a keleti csoport élén áll a nyíregyházi gárda. A 2015-ös év tavaszának még NB1-es csapatként vágott neki a Nyíregyháza Spartakusz azzal a céllal, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. A pályán ezzel nem is volt gond, a Mátyus János által irányított együttes a 12. helyen zárta a bajnokságot, 8 ponttal többet szerezve a jobbik kieső Dunaújvárosnál. Ennek ellenére egy korábbi tartozás miatt az MLS az NB3-ba száműzte a Sparit. Kemény hosszú év volt, nem kívánom még egyszer az ilyet. Januárban azzal a szándékkal indultunk el a bajnokságba, hogy megerősítjük a csapatot. Cél a 12-ben benne lenni, és egy bizonyos nézőszámot is meghatározott nekünk az önkormányzat, tehát tulajdonképpen hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk, meg kellett erősíteni a csapatot, és én úgy gondolom, hogy sikerült is. Elég neves játékosokat hoztunk ide, Halenázovcsák, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy rendben is volt minden. A csapat esélyes volt arra, hogy túlszárnyalja ezt a célkitűzést. Sajnos a bajnokság végére beütött ez a kizárási krak, és akkor már lehetett az utolsó 3 meccsen érezni, hogy már nem ugyanaz a csapat játszik, aki előtte kicsit hitét veszítette a társág. A klub tulajdonosa a kizárás követően is kitartott a csapat mellett, és Mátyus János is a közös munka folytatása mellett döntött. Néhány játékos ugyan a magasabb osztályt választotta, de az élvonalbeli keretből 9-en maradtak a Sparinál. A csapat a várakozásoknak megfelelően szerepelt a bajnokságban, Zsinórban 13 meccset nyertek meg Kosticsék, akik végül 14 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel a keleti csoport tabellájának élén zárták az őszi szezont. Emellett a Magyar Kupában többek között az NB1-es Vasasi búcsúztatva meneteltek a piroskékek, akik a Debrecen ellen lépnek pályára a következő körben. Ez az NB3 azért nem volt sejtagalop. Mindenki bennünket akart megverni, mindenki a mi játékunkat akart elrontani. A játékosokat is nehéz motiválni ilyenkor, úgyhogy megvannak ennek a maga nehézségei, ez leginkább Mátyus Jani
személyén csapódott le, de elkezelték a dolgot, és a végén ugyan egy kicsit megrogyott a csapat, bár ez túlzás, hogy megrogyott, volt egy-két gyengébb eredmény, nem várt eredmény, de összességében tették a dolgokat, a célkütőzés hozták, vezetjük a bajnokságot, és ott vagyunk még a kupába is. A játékosok a téli szünetet követően január 4-én találkoznak, az első edzése minden bizonnyal lesz néhány új futballista is az öltözőben. Január végén törökországi edzőtáborba utazik a Spari, amely első tétmeccsén a Debrecen elleni párharc első felvonásán február 10-én lép pályára a Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A 2015-ös évben a mezőgazdasági pályázatok közel egyharmadát Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gazdák nyerték el. A tavaly lezáródó 7 éves költségvetési ciklusban is jól teljesítettek a helyi termelők, mintegy 110 milliárd forint áramlott a megye mezőgazdasági vállalkozóihoz, tájékoztatott a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kirendeltségének vezetője. 2015-ben az előző esztendőhöz hasonlóan nem emelkedett a kenyér ára, és előreláthatólag idén sem kell majd többet fizetni az üzletekben a pékárukért. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke elmondta, kevésbé örömteli, hogy az ágazat szakember hiánnyal küzd, több ezren hiányoznak a kemencék mellől. 2016-ban valamennyi hulladék gazdálkodási közszolgáltató céget egy állami holdingba szervezik. Ezzel szeretnének egységes szakmai színvonalat biztosítani, valamint egységes díjat is kialakítani a szolgáltatásban. A lakossági díjak nem emelkednek, maradnak a korábbi szinten, mondta el kérdésünkre az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. A 2016-os esztendő első híradóját látták itt a Kölcsei Televízióban. Ebben az évben is igyekszünk majd tartalmas és a megye lakossága számára hasznos hírekkel szolgálni. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várom Önöket, szombaton és vasárnap pedig a már megszokott krónikával jelentkezünk. További kellemes pihenést kívánok a hétvégére, viszontlátásra!